akinek minden lehetséges, hogy vegye magához az erőszak áldozatait, gyógyítsa be a túlélők életén ejtett sebeket, vigasztalja meg a gyászolókat, fegyverezze le az erőszakos szíveket és kezeket. 2008. július 21-én, kevéssel éjfél után, a Pest megyei Galgagyörkön rálőttek három romák által lakott házra. Több lövedék az ablakokon áthatolva a szobák falába fúródott. Urunk, könyörgünk azért, hogy az igazságosság és az emberség növekedjen az emberek szívében és kapcsolataiban, az együttélés civilizációja megerősödjön. Hallgass meg, Urunk! Augusztus 8-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricsén benzinnel teli palackokat hajítottak egy házra, majd az onnan kimenekülő 64 éves asszonyt sörétes fegyverrel lábon lőtték. Urunk, könyörgünk a sebesültek testi és lelki felépüléséért. Add, hogy senkinek se kelljen fenyegetve éreznie magát származása miatt. Hallgass meg, Urunk! Szeptember 5-én éjjel Nyíradon, Tamási pusztán 7 felnőtt és 4 kisgyermek aludt egy vályogházban, amikor tűz alá vették lakhelyüket. A támadás talán azért szakadt félbe, mert a támadók egy rendőrjárőr kékfényét vélték a közelben megpillantani. Urunk, könyörgünk a földi hatóságokért, hogy bölcs belátással eredményesen tudják megvédeni az ártatlanokat és a gyengéket. Hallgass meg, Urunk! Szeptember 29-én éjjel a Heves megyei Tarnabodon molotov koktélokat dobtak, illetve lövéseket adtak le a Tarna utcában. A felgyújtott házakban idős asszonyok, egy leszázalékolt házaspár és egy fiával élő idős nő élt, szűkös anyagi körülmények között. Add, Urunk, hogy hazánkban legfőbb értékké váljon a gyengék, a gyermekek, az idősek, a fogyatékosok, a hajléktalanok, a betegek életének védelme, és megnövekedjen azoknak a száma, akik áldozatot vállalnak értük. Hallgass meg, Urunk! November 3-án a Miskolc közeli Nagycsécsen molotov koktélt dobtak és rálőttek két családi házra. Nagy József és sógornője Nagy Tiborné életét vesztette. Férje súlyosan megsebesült. Urunk, az áldozatok vére hozzád kiált. Engedd, hogy csatlakozzunk ehhez a kiáltáshoz. De nem a bosszúért, hanem az igazságosságért és irgalomért, a békéért és az áldozatok üdvösségért, a hozzátartozók vigaszáért. Hallgass meg, Urunk!
2008. december 15-én Alsó Zsolca cigánytelepén rálőttek az udvaron fát vágó 19 éves fiatalemberre, aki életveszélyesen megsérült. Urunk, hálát adunk neked a sérültek megmeneküléséért. Könyörgünk hozzád mindazok testi és lelki gyógyulásáért, akiket erőszak sebzett vagy nyomorított meg. Hallgass meg, Urunk! Február 22-én éjjel Tatárszentgyörgyön Molotov koktélokkal felgyújtották ifjabb Csorba Róbert és családja házát, majd a lángok elől menekülőkre sörétes puskából tüzet nyitottak. A családfőt és alig 5 éves kisfiát Robikát agyonlőtték. 6 éves nővérét súlyosan megsebesítették. Urunk, könyörgünk hozzád, öleld magadhoz, és üdvösségeddel kárpótold az áldozatokat. Csorba Csaba testvérünkért is, akit fia és unokája után magadhoz szólítottál ebből a világból, hogy vigasztald megtört szívét. Könyörgünk minden gyermekért, fiatalért, és a fiatal családokért is Magyarországon, és mindenütt a világon. Adj bátorságot, hogy az élet evangéliumát szegezzük szembe a halál kultúrájával, és mindenkor a kicsinyek védelmezői legyünk. Hallgass meg minket, Urunk! Április 22-én Tiszalökön a saját háza előtt lőtték agyon Kóka Jenőt, amikor éjszakai munkába indult. Urunk, fogadd be örök hajlékodba azokat, akiknek életét erőszak ragadta el. Add, hogy az emberek megértsék, aki kardot ránt, kard által vészel. Gyámolítsd az összvegyeket és árvákat. Taníts meg minket a te békédre. Hallgass meg, Urunk! Augusztus 3-ára virradó éjjel, Kislétán, betörtek Balogh Mária házába. Sörétes fegyverrel többször rálőttek a benne alvó 45 éves asszonyra és 13 éves lányára. Balogh Mária meghalt. Kislánya súlyos sérüléseket szenvedett. Urunk, könyörgünk hozzád a kislány teljes gyógyulásáért. És boldog életéért, és meggyilkolt édesanyja, és minden áldozat üdvösségéért. Segíts, hogy testvérként tekintsünk minden emberre, hogy az együttérzés, az irgalom, a közös jövő iránti felelősség vezessen minket életünk minden napján. Hallgass meg, Urunk! Végül imádkozunk hozzád, Urunk, a Parajvívoszt meg annyi áldozatáért, és a fajgyűlölet, a vallási fanatizmus, a háború mai áldozataiért és megsebzettjeiért. Imádkozunk azokért, akik erőszak, elnyomás vagy nyomor miatt kénytelenek elhagyni szülőföldjüket,
hogy befogadásra leljenek, és emberhez méltó életet élhessenek. Hallgass meg, Urunk!